Főtisztelető püspökorak, államtétkár urak, alpolgármester úr, lelkipásztor testvérek, kedves testvéreim! Nagy örömöm az, hogy itt lehetek most, és a győri reformátusság képviseletében köszönhetem az evangélikus közösséget. Ezt egy igével szeretném megtenni, a 134. Zsoltár egy versével. Áldjátok az Urat minnyájan, ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úrházában álltok, éjjelente. A hála Isten magasztalása az, ami leginkább helyén való ezen a mostani alkalmon. Ezért épült ez a templom annak idején, és nagy örömünk az, hogy Isten lehetőséget adott arra, gondja volt rá, hogy megújulhasson ilyen szép formában. És én most a reformátusság képviseletén túl, Testvérként és barátként is állhatok most itt. Hiszen sok minden köt bennünket össze. Az élő Krisztus mindenek előtt, az Úr maga, a Reformáció öröksége, közös évszázadok, így győrben, közös szolgálat, a testvérség tudata és őszinte barátság is. És most mi, reformátusok, Testvérként, barátként együtt örülünk az evangélikus közösséggel. És együtt dicsérjük Istent az általa készített csodákért. És hiszem azt, hogy Istennek még ennél nagyobb csodái is lehetségesek. És hiszem, hogy Isten gondoskodik arról, hogy még nagyobb dolgok történjenek, így győrben az evangélikusság életében is. Ez pedig az, hogy a fizikai templom megújulásán túl a lelki templom is megújulhasson. Isten áldását kérjük az egész evangélikus közösségre, és azt kívánjuk, hogy a megújult templomban megújult közösség lehessen, élhessen, szolgálhasson együtt éjjel és nappal akár Isten dicsőségére. Köszönöm szépen!